Én szívesen segítenék, komolyan dettós segítenék, csak egyszerűen nem tudok rájönni, hogy mivel tudnék neked. Hát persze! Mit csinálsz? Milyen érdekes egy démontól, hogy tud művészi lelke is lenni. Ja. Mi az ördög? Ördög? Inkább Angel, ha szabad kérnem. Azt a kur... Na tessék! Újabb váratlan vendégek! Nem elég, hogy alkudoznom kellett egy démonnal, hogy segítsek neki visszajutni a saját világába, de ezek után megjelenik két portálon keresztül két darab szirén, ráadásul Angel és Lilith személyében a Borderlands szériából. Mit akartok tőlem már ti is? Ne húzd fel magad, csak segíteni szeretnénk. Na és hogyan? Hát ti csak egy egyszerű szirének voltok, akik telepatikus képességekkel tudtok rendelkezni, és... Most húzom be azt a kéziféket. Csak nem a démon küldött ide titeket. Ráadásul őt nagyon nehezen tudtam megérteni, hogy egyből titeket megértelek. Nézd, mivel a démonnak megnyíltál előtte, ezért az történhetett, hogy ő is meg... Igen, a démon küldött minket ide, hogy segítsünk neked. Ülleprontó. Ha mentek, körbefusom a lábamat. Inkább a WC-t. Jó, fogjuk rövidre a témát. A démontól kaptál egy verset, igaz? Stim. Aztán a vers szerint, 5 horror játékkal kell játszanod, hogy elmúljon az átok. Stim. De várjunk, csak egy kérdés. Ugye, itt azt írta, hogy 5 horror játékkal foglalkozzak. De azt nem írta, hogy miféleképpen foglalkozzak velük, igaz? Igaz. Tehát akár lehet olyan, hogy egy nosztalgiázás, 2 jó játék, egy rossz játék, és mondjuk a tetejében még egy végigjátszás. Stim. Mit gondoltok? Készen álltok? Igen. Toljuk. Lenovo? WhatsApp. Töltsd be a Blasphemous-t! Fiúk és kacok, hello mindenkinek! Ez itt a Spooktober! Hello mindenkinek! Ez itt a Spooktober! És egyben első benyomásunk a Game Archivum csatornáján. Igen, ez itt a Spooktober, igen, jól hallottátok. Ez a kis event a csatornámon, ez azt jelenti, hogy elindult a halloweeni időszak, és októberben 5 játékkal fogok foglalkozni, egyben az legelső alanyunkkal, a most nemrég megjelent Blasphemous című játékkal. Nem véletlen a játék címe, ugyanis a Blasphemous ugye blaszfémiát is jelenthet a szó a értelmében, és ugye azt kell tudni erről a játékról, hogy ez egy idén 2019 szeptember 10-én jelent meg a játék, először PS4-re, aztán kapott Steam-en lehetőséget, és most már PC-n is tolhatjuk. És természetesen nem csak PS4-en, hanem Xbox One-on is tolhatjuk, mivel Xbox One controllerre fogom tolni. És hogy mit kell tudni előre a játékról? Hát ez egy nagyon ilyen Dark Souls-like Metroidvania-s játékról van szó, tehát hogy nagyon sok pálya van, amiket újra meg lehet látogatni, és azért mondtam, hogy Dark Souls-like, mert olyan elemek vannak benne a játékban, amik igazából a Dark Souls-t verik oda-vissza, tehát konkrétan onnan vett át elemeket,
de az nem azt jelenti, hogy rip-off lenne, mert elvileg ez egy nagyon jól értékelt játékról van szó. Ráadásul ezt a Kitchen Games készítette, ez a legeslegelső játékuk, konkrétan blockbusterként indult, és konkrétan a Team 17 adta ki, ahogy a címképernyőn is lehetett látni, amikor elindítjátok a játékot, hogy azzal kapcsolatban, ha valakinek nem jön be hirtelen eszébe a Team 17, akkor azt mondom, hogy ha valaki játszott a Worms kukacos háborús játékokkal, na, azoknak a készítője adta ki a játékot. Most hát azokat is adta ki a Team 17, és ráadásul ezt a játékot elfogadta a Team 17, hogy ezt adja ki. És ugye mondtam, hogy a Kitchen Games készített el, ez a legeslegelső játékok, és ezzel akkora nagy port kavartak, mármint a pozitív értelemben, mert olyan jó játékot készítettek. Kicsit bele is néztem a játékba, alapból itt már ez a szobor mutatkozik nekünk, amikor előveszik az opciókat. Itt van az alapbeállítások, ugye a nyelvet lehet állítani, a feliratozásnak a nyelvét is lehet állítani, illetve hogy mutassa a játékbeli hinteket. Hát amikor nagyon először játszol vele és nem vagy még oda a Dark Souls játékokkal kapcsolatban, akkor hát inkább érdemes ezeket nézni. Illetve a beállítások, az irányításokkal kapcsolatban ugye lehet látni Xbox One-os layoutok, ugye a X-re fogunk támadni, a jobbra vasszal fogunk majd védekezni, dodzsolni, tehát hárítani, A-val tudunk ugrani, az LB-vel majd egy flaskát tudunk használni, tehát a bal válgombbal, jobb válgombbal tudunk perrizni, ami nagyon érdekes a Dark Souls világában, távolsági támadás a B-vel, imádkozni a jobb ravasszal, vagy a bal ravasszal, bocsánat. Ez nagyon érdekes lesz, ezek a prayer imádkozós dolgok, mert ez majd a játék során lesz. Ez a három vonás, ez lenne a start gomb, ezzel tudjuk az invertorinkat, a tárgy menünket elővenni, és az általunk használt tárgyainkat tudjuk beaktiválni, deaktiválni, illetve a felszereléseinket tudjuk menedzsmelni. Ilyen tárgymenedzsment alkalmazás, illetve a két keretes gomb, ugye a select gomb, konkrétan a térképet tudjuk elővenni, és illetve interakcióba tudunk lépni a tárgyakkal, meg a személyekkel, az Y-nal, illetve a bal meg vál gomb, jobb, illetve bal vál gombok még képezik azt a lehetőséget, hogy különböző lapokat tudunk lapozni. Például az Invertoriban ugye lapozgatni tudunk. Hú, de nagyon elmerengtem az menüben. Accessibility. A képernyő rázkódást meg a controller, a vibrálását a kontrolleremnek azt kivettem, mely nem nagyon vagyok oda hozzá. Ezzel nem is bajlódok, mert ez minden jól meg van csinálva, mert annyira jó hangulata van, hogy nem akarok mindent lehalkítani. Az extrákban tudjuk megnézni a stábistát, illetve vissza tudunk menni a főmenübe, és jól láthatjátok, hogy ez egy 1.0.6-os verzió, tehát konkrétan a DLC skineket is, amik a játékban vannak, azokat alapból be lehet gyűjteni, csak hogy később tudjuk majd felhasználni. És ugye itt vannak a főhősünk, egy nagyon érdekes külső kinézettel. Hát a játék ez igazából egy ilyen fiktív, középkori, vallásos tematikájú helyen játszódik, és ugye nekünk az a feladatunk, hogy a káoszt, azt a káoszt, ami a világ körül van, azt kell eltüntetnünk. És igazából nem, már az érdekes már rögtön itt a főmenüben, hogy nem az van, hogy start game vagy new game, hanem hogy pilgrimage. Hát hogy a pilgrim a szóból értetően azt a szót alkalmazták, amikor annó a régi hódítók, ugye régen annó még a hálaadás időszakában voltak a pilgrimek, azok a vidéki amerikaiak, akik megvendégelték az indiaiakat, és akkor próbáltak békében élni egymás közt, és akkor pulykára vadáztak, meg azt, pilgrimage. Tehát igazából itt, ebben a játékban értelmezzük ezt a szót, akkor mondjuk, mintha aratásnak vesszük kezdetét. Hát akkor pilgrimage! Ugye lehet látni, hogy három slotba tudunk menteni, hát ugye én már elkezdtem, hogy kicsit belenéztem a játékba, de indítsunk tiszta fejjel, tiszta lapnak. Indítsunk tiszta fejjel, tiszta lappal az új útnak.
Because it is my guilt, I claim the greatest miracle. Make my chest hurt with regret. Forge your punishment and nail it deep. Shape my guilt once again. Aha, szóval ledöfte magát bizonyára azért, és szoborra alakult. Jaj, az egészet ilyen pixeles megnyilvánulásban lehet látni, ami nagyon csodaszép. És ne ijedjetek meg, direkt az ilyen szaggatásos megjelenés, attól még ugyanúgy 60 FPS-sel működik a játék. És akkor itt vagyunk mi a főhős, aki konkrétan ezt a szobrot, amit magába döfött a hölgy, ez kardként működik. Were visibly and tangibly manifested everywhere and in all of us. Sometimes in the form of blessing and grace, sometime in the form of punishment and corruption. That divine will, equally pious and cruel, which we could not and will never be able to unravel, was called the miracle. Igazából van ez a világ, és van ez a csoda, a miracle, ami konkrétan ez az az átok, ami rabigába dönti az egész világot, és konkrétan tizedeli a népeket, és mekkora tömeg sír van itten. Ott a főhősünk, és mindenki ugyanazt a sisakot hordja, mint amit a főhősünk is. Tehát konkrétan ez jelképezi azt, amit a Dark Souls-ban régebben, ugye, amikor tudod, meghaltál, akkor amikor Bonfire-nél voltál, akkor vissza tudtál menni. Ó. Keljünk föl. Ah, és már rögtön benyomott egy flaskát. Biliary Flasks. Ez azt kell tudni, hogy most jelenleg két flaska van nálunk, amivel konkrétan az életenergiánkat tudjuk visszatölteni. Press LB to consume one of your biliary flasks and recover vitality. Ez ahogy mondtam, hogy az LB-vel tudjuk az életenünket visszatölteni. These consecrated flasks are refilled by kneeling in a pre-due. Find empty vessels to increase the amount go can carry. Szóval, és akkor jönnek lépbe, ugye mondtam a bonfire-ök, hogy amikor régebben meghalt a karakterünk, akkor valahol meghalt, akkor az előző mentési bonfire-nél tudott vissza élni, és egyébként ugye ő élő halott volt, tehát ő nem tudott meghalni, és nálunk is ugyanez a helyzet, hogyha meghalunk, akkor az előző bonfire-nél tudunk újraéledni, és akkor hát egy hullával több ez a réteg. Igen, és akkor kell keresni üres üvegcséket, amivel tudunk több flaskát is magunkkal vinni, és mondom, a prédjő, ez a franciául a prédjő, ez az Isten áldása, hogy imádkozunk Istenhez, ez konkrétan ezek a bonfire-ök lesznek, és itt tudjuk visszatölteni az életenergiánkat, és természetesen az elfogyott flaskákat vissza tudjuk tölteni. És konkrétan ez a kard a kezünkben, ez az volt, aki a nő annó ledöfte magát. Ez egy ilyen kis szobor volt, ami kardá alakult át, és konkrétan ez lesz a fegyverünk. És akkor X-el tudunk harcolni, és egyébként nagyon, nagyon jól néz ki ez a pixeles megnyilvánulás, mintha egy régi ilyen 16 bites játékkal játszanék, vagy van egy csomó pixeles játék, ami szerintem ez nagyon odaragadó. És akkor lehet látni, hogy ott van egy felső rész, hát nyilván akkor tudunk oda följutni, hogyha valami képességet megtanultunk, és akkor megnyomom a térképet, és lehet látni, hogy most jelenleg a Brotherhood of the Silent Sorrow a halotti csöndes búskomorságnak a testvériségénél vagyunk. Ez régen egy testvériségnek egy helye volt, ahol konkrétan mi is a testvériségnek a tagja voltunk, de közben valami történt, ugye jött ez az átok, és akkor nyilván ilyen élő halott lett belőlünk, és ráadásul lehet látni, hogy a sisakunkban konkrétan ilyen kicsit nem akarok rasszista lenni, itt egy kicsit olyan Ku Klux Klános kinézete van, ilyen nagyon ilyen hosszú csöves, hosszú szar formája van, de az is lehet, hogy ilyen hosszú szarvú az egész, de az a baj, hogy nagyon ilyen vallásos tematikákat dolgoz fel a játék, meg és jól láttátok, hogy így lehet dodzsolni ilyen
árnyék szökkenés, és ezt bármikor tudjuk alkalmazni. Majd mindig egy recover. És hogy jól lehetett látni, avval lehet ugrani. És igen, külön a D-batot is lehet irányítani. És akkor... Nagyon, nagyon jó kifinomult az irányítás, nagyon jól működik. És lehet látni, hogy nem kell a létrákkal foglalkozni, hanem a karakterünk konkrétan, hogyha megérkezik a platform szélére, akkor rákapaszkodik, és akkor tovább tud menni, és ez annyira jó, az még a Doom 2016-os Doomban is nagyon jó volt. És akkor a régi 2D-s platformen játékoknál is, hogy néha elő szokott fordulni, hogyha lefelé megy az utunk, de nem tudunk, de úgy látszik, mint hogyha kelepcébe estünk volna, egyszerűen csak le, a, és konkrétan tudunk tovább menni. És az RT-vel ugye lehet látni a szokásos dodzsolás. Itt is működik. És akkor vannak itt szobrok, amik konkrétan ezeket el lehet pusztítani. Ez csak egy a játéknak egy tipje, hogy hogyan kell irányítani a karakterünket. És itt van ez az áldás, ez a Prigyő, ugye a Isten áldása. Itt lehet az Y-nál ugye interakcióba lépni, és itt lehet pihenni ezeknél az áldásoknál. Konkrétan, ugye mivel Dark Souls like játékról van szó, ez a bonfire-ünk ebben a játékban. Itt tudjuk menteni az állásainkat, itt tudjuk visszatölteni az életenergiánkat, illetve a kifogyott, a kiürült flaskáinkat itt tudjuk visszatölteni. És minden halálnál itt fogunk respawnolni, attól függ, hogy melyik áldásnál voltunk utoljára. Az utoljára látogatott áldásnál tudunk újra respawnolni, hogyha meghaltunk. Illetve természetesen az ellenfelek is respawnolnak. A la Dark Souls. Igen, és itt lehet látni, hogy már aktiválódott minden. És lehet látni a szobrokat, amiket annó széttrancsíroztam. Ezek most visszatértek. Így van, ez is elképesztő, hogy az ellenfelek visszatérnek, akiket megöltem, még a halálom előtt. Úgyhogy egy nagyon Souls játékról van szó, és megmondom őszintén, nekem ez a hangulat, ez nagyon... Még azt mondanák, hogy valami középkori sötét látomás, nem. Ez az igazi horror eszenciája. Ott egy árnyék. És ugyanúgy, ahogy a Souls játékoknál előfordult, már rögtön az arcunkba kapjuk az első boss-t, a tutorial boss-t. És meg kell mondani, ez a boss sokkal könnyebb, mint a Souls játékokban. Tehát ez a tipikus, meg kell tanulnod a mintát, hogy hogyan szed le az ellenfelet, illetve a boss-t. És jól látom, hogy ez a csönd búskomornak a Wardenja, tehát a Vándora. Tehát ő volt ő a testvériségnek a legidősebb tagja. És ő konkrétan bosszút akar állni rajtunk, mivel mi okoztuk ezt az egész kóceráit. És ennyi volt, legyőztük a testvériség utolsó tagját. Requiem Eternam. Az örök újrakezdés. És megtölti a sisakot. Az igen, és visszahúzza, vérelteli. Véresett könny a drága lelkünk. Na ez aztán durva. Tehát ez is látszik, hogy nem egy egyszerű halandóval vagyunk, aki halhatatlansága van megátkozva, hanem egy hidegvérű gyilkos, aki próbálja megkeresni felkeresni a dolgokat, hogy mi történt vele, és hogy miért ez a sok halál előtte. Na itt van egy ajtó. You need the key to the chamber of the eldest brother to open his door. Szóval nem ez volt az a legidősebb testvér, hanem van egy másik testvér, akitől be kell gyűjtenünk a kulcsot, és ezzel tudjuk kinyitni ezt az ajtót. Aha. És hát ugye nem tudnánk tovább menni, hanem max visszafele. Itt jelzi az áldást. Itt voltunk utoljára. Egyébként itt mutatja, hogy hol vagyunk. Penitent One, azaz a bűnbánó ember, ezek vagyunk mi, és ezt a kis kék ruplikával jelzi, hogy itt vagyunk. Aztán itt van ez a kis sárga cucc, ez a bonfire, ez a prigyő, ez az áldás,
és akkor guilt, ilyen piros, confessor, sárga, fountain, vannak kutak. A kutaknál is külön csak a flaskák, ott lehet a flaskákat, a flaskáknak a kapacitását növelni. Knutz, igen, Knutz. Chapel of Travel, igen, ez a biztos fast travel pointok lesznek, és mea culpa altar, tehát mea culpa oltárok, tehát nyilván a kardunknak, a kardunkat lehet fejleszteni. Na és akkor itt jön egy másik érdekesség, hogy nem csak balra meg jobbra tudunk slice-olni a kardunkkal, hanem fölfele is. És akkor ezzel ugye a fölöttünk lévő tárgyakat is, environmenteket tudjuk elpusztítani, és így most ezzel például tudunk tovább menni. A szent vonal, a szent út. És ott látunk egy delikvenst, aki fun fact, ő a, konkrétan elmondja, és egyben egy ilyen negyedik falát törés, hogy ő a narrátor, ő volt az, aki narrálta most a játék elején a történteket a nőn kívül. Ő az, aki segít nekünk, és vezet minket a kalandunkban, vagy segít minket a kalandunkban, és természetesen ő jegyzeteli, hogy mi hol jártunk, meg ilyesmi, és természetesen ő narrálja a sztorit. Üdvözöl minket. Tisztában van azzal, hogy az idős testvér rabigába döntése most egy biztos véget ér, mert hogy én legyre fogom győzni őt. Ő Deográsziás. Igen, ő tud az egész miracle-ról, az egész átokról, illetve narrálja az eseményeket. És természetesen ő helyettünk beszél, mivel mi nem tudunk. Igen. Keressünk egy tárgyat, amit az ősanyák anyjának a templomában találunk meg. Ez külön el van zárva egy különböző világoktól. Igen, három tárgyat is össze kell gyűjtenünk. Humiliations. Ja nem, ez a három személy, akit likvidálnunk kell, hogy tudjunk tovább menni. Az egyik ilyen nagy hegye, a havasi hegyekben rejtőzködik, a másik egy ilyen mély, sötét templomban, illetve van egy harmadik. És van egy harang. Kinek jutott eszébe a Dark Souls első részében, amikor a két harangot kellett megkongatni? Van egy Hondo nevű csávó, szerintem őt kell megkeresni, és vele meg kell kongatni a harangot, hogy valamit csináljunk. Aha. Kapunk egy tárgyat tőle, amit majd a kardunkba kell majd behelyeznünk. Amikor eljön az idő... With more thorns sprouting from it, writhing over the figure of the father carved into the knob, that will mean that you are at the mercy of the grievous miracle, whether for its punishment or its forgiveness. Büntetünk vagy megbocsátunk, és megkaptuk ezt a thorn-t. És igen, és itt jön lépbe az inventory menedzsmentelés. You can check out the items you have found so far in your inventory. While you're playing, press start to open it. Igen, tehát a start gombban lehet elővenni az itemeket. Small gift from Deogracias nailed into the effigy to the twisted under the guard of your sword. The thorns arisen from the miracle feed on sin and guilt, growing with the burden and its bearer carries. Aha, itt egy nagyobb leírást kapunk, ha megnyomjuk az Y-t.
Értem, tehát ezek ilyen kulcsfontosságú tárgyak, amik a kaland során használatosak. Akkor vannak itt külön relikviák, amit a relikviákhoz tudunk használni, illetve rosary beads, tehát rózsafűzérek. Hú, nekem egyből a Binding of Isaac játék jutott eszembe rózsafűzére kapcsolatban. Itt konkrétan plusz kombókat lehet, szerintem specifikus képességeket tudunk használni. A mea culpa hearts. Mea culpa szívek. Tehát konkrétan a mea culpa az konkrétan ez a kardunk. Ez a szobor, amiből a kard lett. És közben tudunk használni tárgyakat, amivel kombosíthatjuk a kardunkat, és ezzel ilyen plusz képességekre tehetünk szert, és plusz támadásokat tudunk használni. Prayers. Ezek a szent támadások, ezek, amik a mana pontjaikat használja fel, és konkrétan ezekkel lehet ilyen szuper specifikus képességeket használni, tehát például a kardunkkal földbe csapunk, és akkor kék lángok törnek előre meg hátra, és ez szétgyepálja az ellenfeleket. Illetve itt van a skill fang, amivel konkrétan a kardunkat tudjuk upgrade-elni, illetve a hősünknek, és hát a hős, antihős, hát a bűnbánunknak tudunk különböző specifikus támadásokat adni, ajándékozni, tehát például ezzel tudunk egy negyedik kombót is alkalmazni, ezzel lenyomjuk az X-et, akkor egy ilyen lángos bűnharagot tudunk engedni magunkból. Nyilván amikor a kardunk szintet lép, akkor a számok alapján egy skill point, 2, illetve 3, 5, 6, 7 skill point kell ahhoz, hogy tudjunk haladni, illetve lehet, hogy amikor a szintet lépünk, illetve összegyűjthetünk dolgokat, és természetesen el tudjuk adni, és természetesen van pénzünk, külön ez a kis 8-as alak, amiből most van 300, hát én pengőnek hívom, és ezzel tudunk venni nyilván a tárgyainkhoz plusz upgrade-eket, illetve plusz cuccokat. És ugye lehet látni azt a kék csíkot, az a konkrétan a manánk. Idézőjelekben. És akkor hát most haladjunk erre felé, most itt vagyunk egy erdőben, és már itt van az első ellenfelünk, egy kósza. Ilyen szociopaták, meg ott van egy csávó egy nagy kerékkel. Igen, most jön lébe a perizés. Ugye ugyanúgy, mint a Dark Soulsban, az egy nagyon jól időzített perivel vissza tudunk támadni az ellenfélnek. És most jön speciális technikák, a perizés, a counterattack, azaz a visszatámadás, az ellentámadások, illetve a retribution. RB-vel tudunk ugye perizni, ezt a manővert, ezt tudjuk alkalmazni ellentámadások esetén. Gyenge támadásokkal vissza tudjuk venni az ellentámadásokat, a gyenge ellentámadásokat, és vissza tudjuk verni az elősütéseket. És az ellentámadást az X-el tudjuk visszaadni természetesen. És természetesen van egy pillanat, amikor jön a retribution. Increasing the force of the blow and stunning some enemies. Amivel ilyen stunoló képességet, kábító képességet tudunk alkalmazni. Így néz ki. Ups. Igen, és amikor megjelenik egy ilyen piros csík az ellenfél fölött, akkor ugye ez a retribution ugye elkábul, és akkor jön az Y-nal a kivégzés, ugye jól lehetett látni, fogta a szekeres kereket, és azzal fejbevágta. Levágta a fejét, konkrétan, fú, nagyon, nagyon durva. Igazából csak egy pár percet játszottam ezen a játékkal, és már is magával ragadott. Nekem tetszik. Nekem bejött. Ó, ilyen mocsár zombik. Nem fogunk elsüllyedni, de kicsit megsérültem. Aha, van itt nálunk valami. Ez mi? You acquired Verdillers of the Forsaken Helmet. In order to use this prayer, open the inventory and equip it. Szóval felvettünk egy prayer képességet, amivel a mannánkat tudjuk használni.
Ó, de szép, ilyen versben magyarázza. Ugyanúgy, mint a Dark Soulsban, hogy nem kapsz igazi leírást a tárgyal kapcsolatban, hanem ilyen szófordulatokkal, meg ilyen rejtvényekben beszél a játék. Verdilis of the Forsaken Hamlet. Whatever in rain, sun or wind, may this land blessed be. Whatever walking or in deep sleep, may this land blessed be. Whatever by day or in obscurity, may this land blessed be. Nagyon szép kis versike. És itt van egy másik leírás. Find a way through the floor, continue through walls and ceilings, how many enemies of the penitent one. The ringing of laced shell horn used to precede this chant, but now only silence remains. Szóval ezt aktiváltuk, és akkor ezzel konkrétan tudjuk használni a kardunk által kibocsátott képességeinket. Például, equip a prayer in your inventory and then press LT to invoke it. Prayers and some combat techniques use up forever. Attack and execute enemies to fill up your forever bar. Szóval ez az a forever bar, amiről beszéltem, ez a mana csíkunk, ez a kék. És vannak ezek a prayerök, ezek az imádságok, amikkel konkrétan mondtam, ezeket a szuper képességeket tudjuk alkalmazni. Például az LT-t lenyomom, akkor mondom, ezeket a kék lángokat tudja kilőni a földön, és természetesen falat is tud mászni addig, amíg meg nem áll, és amiben ezt beaktiváltuk, már konkrétan háromszor tudjuk elsütni. És természetesen killekkel és kivégzésekkel tudjuk ezt a kék cuccot növelni. Na, és akkor nyomok egy LT-t, és így néz ki. És természetesen ugye lehet látni, hogy konkrétan a pénzt azt nem külön szedjük föl, hanem konkrétan a killek után kapjuk. Tehát olyan, mintha amikor a lelkeket gyűjtjük össze a soul játékokban. Vannak ilyen esetek, amikor beadja a szuper támadást, valamikor nem. Azt például csak akkor tudjuk felszedni, hogyha valamilyen olyan fizikai képességre szertehetünk, amivel magasabbra tudunk ugrani, nyilván. Hát csak meg kell tanulni a mintákat, és akkor egyszerűen verhetetlen vagy. És nagyon szemfülesnek kell lenned, hogy mikor jön... Ah, ez egy repülő cucc. Aha. Aha. A holdfény gyermekei. Children of Moonlight. You find them cage all over Custodia. Custodiának hívják ezt az egész világot, ahol játszódik a játék. You can release them with any technique at your disposal. Így repkednek, és így ezek szerintem az átok által belettek zárva ezek a kis szent angyalkák, és ugye őket kell kiszabadítanunk, és ugye a játékban 38 darab van, és hogyha mindegyiket összegyűjtjük, akkor nyilván lesz valami happy dolog. Az igen, te szemetek vagytok! Nem tudom beaktiválni a szuper támadásomat, mert konkrétan idő kell, hogy az animáció lemenjen. Kemény. Na, zene alkult, nyilván pálya töltés. Ó! Oh. Közben történnek a dolgok, meg Albero, ez egy kis falucska. Aha. És most beszél arról, hogy a térképet különböző féleképpen tudjuk használni. És nyilván, ami zöld színű, akkor ez nyilván azt jelenti, hogy 100%-osan körbejártam ezt a területet. Hát nem hinném, mert még hagytam itt még valamit. És akkor itt egy áldás. Tökéletesen jól jött. És itt van egy kút.
Hát nem tudok semmit csinálni, semmi interakcióba lépni vele. Úgy haladunk tovább. Konkrétan pest is van, meg fertőzés, tisztítgatás, meg minden. Jó, és még ismernek is minket. Aha, üdvözlünk Alberóban. Ez egy menedékhely. És itt van Tirso, aki... Ez a pap, aki segít nekünk, természetesen. Betegség van, pest, ilyen plágium, meg fertőzés veszély van. Ez is az átoknak a része. Ez a világi csoda. Egyben átok, ami négy részre van alakítva természetesen. Tehát négy részre van osztódva. Be so kind as to bring us some ingredients for our ointments. The will and the miracles shall show you which ones they are. Na, itt van még valami. Dove's Call. Ez egy rózsafűzérnek egy része. Equip rosary beads in your rosary to improve the characteristics of the penitent one. Find additional knots to increase the number of beads you can equip. Tehát konkrétan ez a halott madár koponya, Igen. Ez a rózsafűzér, ez egy madár koponya fej. Ráadásul ez egy galambnak a koponyája. School of a bird drilled as a collet. It's apparent fearless, slightly strengthens the penitent one defenses. Ez nyilván ez arra akar célozni, hogy ezzel a védelmünket tudjuk egy kicsit növelni. És egy kis sztori, hogy hogyan találtuk meg ezt. És természetesen most két rózsafűzerünkhöz két gyöngyöt tudunk rakni, tehát ilyen gyöngy hozzávaló szerűségekről van szó. Hál' Istennek nincs full damage, tehát még innen is le tudunk ugrani. Igen, lefelé is tudunk menni. Itt van még egy nagy áldás, ezt még megnézem. Nagyon sok minden történik, tehát nagyon véssétek az eszetekbe, hogy hol jártatok, meg mi történt. Aha, ez a support csoport. Beszél hozzánk, és ismer minket. Ide kellett vinnünk a kardot. Ez egy kicsit véres volt, és visszaszereztem most. The virtue of mea culpa have extended. Ezek a mea culpa sírok. Ezek azok az oltárok, ahol a mea culpa... To increase the power of your sword, tehát ezzel tudjuk a kardunkat upgrade-elni. You can also spend tears of atonement. Aha, ezek az atonement könnyei, ezek a fizetőeszközök, ez a fizetőeszköz, amit használok, és hát amiket gyűjtök be. Úgy, mint a szólok a Dark Souls-ban. Unlock combat techniques, tehát ezekkel tudunk feloldani harci technikákat. Visit additional shrines to and increase Mel Cooper's strength to access more powerful techniques. Igen. És akkor nyissuk is ki. Ugye... Yeah. Ez az. Igen. Most egyes szintű lett a mea culpánk, ahogy meglátogattok ezt a shrine-t, és most már fel tudtunk oldani két skillt, de még nagyon drágák, tehát most csak az első kettő ezt, meg ezt tudnám megvenni, vagy ezt. Ez 2000-be kerül, ez az a négy kombós technika, ez a egy erősebb csapást tudunk alkalmazni, ez 500, akkor itt van ez a weight of sin, a bűn súlya. It takes advantage of the speed of a fall to perform a powerful plunge attack. Ez zuhanás közben egy ilyen nagy, ilyen, hogy is mondjam, ilyen
fölbe döngölő csapást tudunk alkalmazni, a levegőről repülünk lefele. És Sacred Thrust. Aha, ez egy szendöfés. The penitent one takes advantage of a the dodge impose to thrust Milkoopa at the enemy's furthest away. Aha, szóval dodzsolás közben tartsuk az X-et, és akkor ezzel dodzsolásból egy szúrást tudunk alkalmazni. Ez mondjuk tetszik, ez jó. Na mi legyen, zuhanás vagy töltés? Hát mivel ti is majd, ha begyűjtitek ezt a játékot, akkor nyilván nektek is másmilyen lesz a viszonyotok ezzel kapcsolatban. Én azt mondom, legyen egy fölbedöngölés, ami biztos. Aha, tehát itt kell, ide kell bemennünk, és akkor utána tudjuk megnézni. Tehát az inventory-ban csak az árát, meg hogy mit tud csinálni, azt tudjuk csak megnézni. És ha megyünk a sírhoz, akkor tudjuk megvenni. Hát tegyük fel, mondom, a földbedöngölést. Ó, látom már mi van. Na, és akkor ezt feloldottuk. Ez biztos, és ez csak akkor, hogyha hármas szintű lesz a kardunk, ezt már a második szint lépésnél tudjuk alkalmazni. Ezt is, meg ezt is. Na, ilyen volt a sírra való találkozás. És így néz ki a fölbedöngölés. Baromi jó! Nagyon jó, ez nagyon jó lesz, amikor alattam nagyon sok ellenfél van, és ezzel szerintem mindenkit le tudok csapolni. Ó, kinyitottam egy átjárót. Itt van még egy cucc. You have acquired Calcamen of a Persian of Bandit. Aha. Aha, na ez az összegyűjthető dolgok. Calcaneum of Persian the Bandit. Aha. Ez egy perzsa banditának az erszénye volt. Fear by his countrymen, Persian attack roots without distinction between rich and poor and always done. The day he dragged himself to Albero. On the brink of death, no one took pity on him. Ezt nyilván ezeket lehet gyűjteni, és tudjuk majd eladni, és ezért szerintem szót is kapunk, vagy hát ilyen könnyeket. Most tehetek egy lépést erre meg arra, de én most azt mondom, hogy ennyi voltam mára. Nagyon köszönöm szépen a figyelmet, hogy betekinthettünk ebbe a csodálatos játékba. Megmondom őszintén kezdésnek, tisztára olyan, mint egy szózjátékkal játszanék. Mondom, ez egy Souls, Dark Souls Metroidvania kaliberű játékról van szó, de mégsem ripoff mindkettő felől sem, és nekem nagyon bejött, és megmondom őszintén, én szívesen játszok ezzel ahhoz képest, hogy milyen hangulata van, és mondom, adom, simán adom, és teljesen meg vagyok vele. És jól látom, amikor az erszényt összegyűjtöttem, akkor még kaptam plusz 200 könycseppet, és ilyen könyvtokent. Úgyhogy ennek nagyon örülök. Na, mondom még egyszer, ennyi voltam mára, még egyszer nagyon köszönöm szépen a figyelmet, és egyszerűen én ajánlom nektek ezt a játékot, de csak is kizárólag 18 éven aluliak számára, ahogy a figyelmeztetés az elején volt, mivel horror játékokról van szó, és ez nagyon ott van a szeren. És hát azt kell mondanom, hogy a sötétség időszaka elérkezett. Ez volt a Spooktober első kiadása, egy játék megvan, még négy hátra van. Ennyi volt a mára, köszönöm szépen a figyelmet, kellemes jó éjszakát kívánok mindenkinek. Sziasztok!